Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket. Ez itt a Pilvax Estek elnevezésű, egyelőre online, aztán reményeink szerint majd offline rendezvénysorozat harmadik állomása. Ennek a rendezvénysorozatnak az a lényege, hogy a 21. század főbb kérdésköreit, problémáit, megoldandó feladatait igyekszünk körüljárni szakavatott emberekkel, és ez ma sem lesz másképp. A mai témánk egy elég hard téma lesz. A kulturális, társadalmi, közösségi identitás szerepét fogjuk megvizsgálni beszélgető társaimmal a 21. században, akik pedig nem mások, mint Puzsér Robert író, publicista, kritikus, és Kardos Gábor filozófus, a Balatoni Kör alapítója. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. És hát, ahogy mondtam, a téma az a kulturális, illetve közösségi identitás a 21. században. Úgy fogalmaztuk meg itt a felhívásban, vagy a hirdetésben ennek a mai estének, vagy ennek a mai beszélgetésnek a témáját, hogy tömegek lázadása, törzsek háborúja, vagy közösségek forradalma. Javaslom, hogy kezdjük először a fogalmak tisztázásával, ilyen akadémikusan, hogy ki mit ért ezeken a fogalmakon, mert könnyen elképzelhető, hogy nem mindannyian ugyanazt értjük, vagy pontosan ugyanazt, tömegen, törzsön, vagy közösségen. Köszönöm. Mindjárt egy provokatív tézissel kezdeném, hogy az egyik a legerősebb hívószó a demokrácia. És a démosz az tulajdonképpen egy törzsi elit. Tehát azért sem tudtuk ki ebrudalni a törzsi identitást a legglobalistább világfelfogásból sem, mert mindig megmaradt valamilyen formában a törzsi kultúra és a törzsi identitás. Legdurvább példát mondom, szerintem az egyik legegyértelműbb jele a domináns törzs nyelvét átveszik. Tehát egy domináns nyelv, és milyen érdekes, hogy ma, hogy élik meg a globalizáció válságaként éljük meg azt, hogy az angol száz globalizáció válságba kerül. Milyen érdekes. Hát miért nem mondjuk azt, hogy kínai globalizáció jön, vagy valamilyen multietnikus. Olyan nincs. Miért nincs? Mert mindig egy domináns törzs uralkodik. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan birodalom, aminek ne lett volna egy nyelvi, etnikai, domináns törzsi háttere. Ennek az egyik legnyilvánvalóbb ismérve a nyelv, de én ide venném még a zenét is. Milyen érdekes. Állítólag Hitler azt mondta, hogy ha a Szovjetuniót el tudják foglalni, úgy tartaná meg, hogy német zenét fognak hallgatni. Ez azért érdekes, nem biztos, hogy így volt, lehet, hogy egy legenda, de azért, ha megnézzük, hogy ki nyerte meg a második világháborút, és hogy milyen zene szól azóta, pontosan azóta egyébként, akkor ezen lehet gondolkodni, hogy a nyelvi identitás mellett a zene. És milyen érdekes, hogy az angol száz zenének mi a három alapja, amit az angoloknak tulajdonítunk? Az általuk elnyomott írek, skótok, és a nyugat-afrikai zene, elhúzott rabszolgák zenéje. Ebből a három elemből áll a domináns és angolnak tartott zene. Tehát a törzsi identitást nem tudtuk küszöbölni, azért sem, mert a demokrácia az bizony egy törzsi elit uralma, és a mai napig így van, hogy törzsi elitek uralkodnak. Különféle, ez pénzarisztokráciává is átalakulhatott, de az arisztokrácia is egy törzsi elit volt eredendően. És ebben te hol helyezettél a tömeget és a közösséget, ha már a fogalmakról beszélünk? És aztán utána Robi, kíváncsian várok a meglátásod. Tömeget a nép felől közelíteném meg, mert népről azóta, és főleg népuralomról azóta beszélünk, amióta a paraszti kultúrát megszüntették, nagyvárosokba gyökereket kitépték az emberek tömegeinek, nagyvárosokba települtek, és létrejött egyfajta proletariátus, aki egy eredeti minőségétől, kultúrájától, mindenétől megfosztott tömegként jelenik meg. És azt hazudta a törzsi elit, hogy ők uralkodnak, mert ez így egyszerűbb volt, kezelhetőbbnek tűnt. Ezt hívjuk ma demokráciának. Egy azt a hazugságot, hogy a nép uralkodik, hogy a néptől retteg a legjobban egy demokrácia. Nép alatt egyébként érdekes módon nem csak a prolikat értjük, hanem népként viselkedik minden tömeg, amikor szuverén módon lép fel.
amikor félelmetes, amit csinál a Kapitóliumban, vagy bárhol olyasmit csinál, amitől megretten a hatalom. Szuverén módon oda megy a Bastille-hoz. Tehát létezik szuverén nép, de véletlenül sem az alkotmányos demokratikus keretek között, ahol csak papíron szuverén a nép. Tehát én ezt látom az ellentmondásnak, és még nagyon hosszan beszélhetnénk szerintem a fasizmus problémájáról, amit abban látok, hogy föltör az elnyomott törzsi identitás. Hiába hazudja azt egy globalizmus, vagy egy kommunista, vagy más internacionalizmus, hogy ez eltűnt, miközben nyilvánvaló jelei vannak, hogy nem tűnt el. Úgy lehetne csak valódi válaszokat adni az újra megjelenő törzsi szélsőségeknek, amik áll törzsi, mert már nincs eredeti törzsi kultúra, tehát már csak tetkó van, de nem tudjuk, hogy mit jelent a tetkó. Tehát nem úgy, mint a maoriknál, akik tudják, hogy mit jelent az ő törzsi identitásukban a tetkó. Ez egy teljesen ettől, ez egy kamu törzsi identitás, ami megjelenik most. Ugyanilyen kamu törzsi identitás szerintem a nemzet. Nagyon-nagyon sok témát fölvetsz, és most azt érzem, hogy jön föl bennem a reakció részer. A végszó az nagyon durva. És a végszó már a közép. Én nem a kardosra akarok reagálni, úgyhogy ha reagálnál, akkor most tedd meg. Oké, szívesen. Tehát, hogy nekem sok szempontból tetszett, amit a Gábor mondott, csak hogy számomra ez a három fogalom, amellett, hogy elismerem, hogy ennek van történeti vagy történelmi értelme, számomra jelen esetben sokkal inkább érdekes ennek az örökérvényűsége. Tehát, hogy különféle történelmi koroktól függetlenül szerintem ez a három közösség szerveződési szint, ez modellezhető. Azt értem alatt, hogy számomra a tömeg az a legkevésbé önkéntes, a legkevésbé célszerű, a legkevésbé racionális közösségi forma, nyilván logikusan. A törzs az egy ennél szervezettebb, racionálisabb, már valamilyen szinten kultúra építésre alkalmas közösségi forma, de még mindig benne van tehát még mindig korlátozza a túlélés. Tehát a törzs szerintem az a tömegből a túlélés érdekében kirajzolódó közösségi szint, és az igazi közösség szerintem az, amikor már túllépünk a túlélésen. Amikor már nem csak valami konkrét, direkt túlélési, védelmi szövetséget hozunk létre emberekkel, ezáltal nem is zsigeri módon, hanem valamilyen transzcendens, és itt nem fogjuk isteni, hanem az ember mindennapjain túlmutató cél érdekében, ez lehet valamilyen idea, eszme, bármi, alkotunk egy közösséget. És szerintem ez történelmi koroktól függően persze más és más módon jelent meg, de én úgy érzem, hogy ez egy örökérvényű evolúciója a közösségnek. A tömeg az lényegéből fakadóan csak rombolni tud. Tehát szerintem az nem nagyon tud építeni. Valamikor szükség van erre a rombolásra. Bastille-t lebontani. Arra szükség volt-e vagy sem, azt nem tudjuk, vagy mindenki döntse el maga. De hogy a tömegnek szerintem ugye szokták mondani szociálpszichológusok, hogy mindig a benne legalacsonyabb rezgésű emberhez gravitál az össz képe, vagy az összszintje. És ebből kifejlően szerintem rombolni képes csak. A törzs már teremt, de ott ugye a mi és a ti logikája és a túlélés logikája az ilyen nagyon zsigerivé teszi. És szerintem a közösség az, amikor tehát szerintem a közösség a kultúra. Tehát a közösség az, amikor valódi kulturális konstrukciók jöhetnek létre, a törzs az pedig egy ilyen beszorult állapot, az állati tömegi romboló létezés és a kulturális kicsit már ilyen éteri állapot között. És ezért egyébként a törzs szempontot ketté is bontanám, tehát hogyha még lehet itt a fogalmat tovább bonyolítani. Tehát a törzsnek az alacsonyabb szintje, ami inkább a tömeg felé közelít, ez a horda. És a törzsnek van egy magasabb szintje, amikor a törzsnek vannak kulturális jelképei, szokásai. És mondjuk egy törzs például képes törzsszövetségre. Már képes arra, hogy ne csak hordaként elvegye a másiktól az élelmet, hanem mondjuk valamilyen nagyobb cél érdekében másokkal összeálljon, és akkor adott esetben az közösségé válhat. Ez most csak az én definícióm volt, nyilván majd belemegyünk ennek a tudod, hogy doktorizálásába is. Ez egy nagyon szép konstrukció? Na, mesélj. Hogy azt mondtad, hogy túlélés. Tehát válság, éles válsághelyzetben csak a törzsi identitás. Hát mert a legősibb közösségi... Az jön elő, az a zsigeri reflex. De ez nem hiába alkotunk éteri, csodálatos közösségeket,
hiába hozunk létre bármilyen más konstrukciót, de Gábor, a szélső helyzetben nem egyszerűen, amikor az állat jön elő belőlünk, mert ez nem igaz, mert a törzsi identitás nem feltétlenül csak egy állat. Kettő között lemálik az egy nagyon magas kulturális, így van, az egy nagyon erős kulturális identitás, és hülyeség tagadni, hogy ez egy valami nem is kulturális, nem. Mert ez egy gyarmatosító attitűd. Tehát létezik a 19. században a primitív volt a törzs, akit mi leigázunk, mi fehérek, gyarmatosítjuk, neki nincs kultúrája, de neki már nincs vallása, neki semmilyen nincs jogrendje. A kulturális antropológia túllépett, jó ideje, csak most nem hallgassuk meg a Robit, mert akkor nem tudunk tovább menni. Na, szóval ennek a törzsnek ennek van egy eredeti jelentése. Most itt különböző jelentéstartalmakban használjuk a fogalmat, és ez félreértésekhez vezet. Az eredeti jelentése a törzsnek az a közösség, amit a vér szervez meg. A vér szervez meg. Ez azt jelenti, hogy vérségi kapcsolat áll fenn a résztvevők között. Tulajdonképpen a családnak egy nagyobb, kiterjesztettebb struktúrája, de valójában család, egy nagyon nagy család, mert hogy a vér szervezi meg. És akkor ez tulajdonképpen a mózesi szövetség, ez az ószövetség. Ez az ószövetségnek ez tartozik az ókorhoz. Ezeknek a törzseknek a kora. A vér által megszervezett emberi közösségek kora. És ebből lépett tovább a civilizáció az evangéliumba és az evangéliumi szellembe, ami meg már a Jézus Krisztusnak a közössége, ami egy absztraktabb szinten áll ehhez képest. Itt már nem a vér szervez meg, hanem itt ez egy absztrakt közösség, minden ember, az emberi faj, az emberi nem közössége. Nem kell, hogy testvérek legyünk a vérünkben, mert a szellemünkben vagyunk testvérek. Mert mindannyian a Jézus Krisztusban vagyunk testvérek. És ez az absztraktabb testvériség, amiből vezet egy út tovább, és vezet egy út vissza. Most az az út, ami visszavezet, vissza a törzshöz, vissza a vérséghez, vissza a Jézust, visszavezeti Mózeshez, ez a fasizmus. Ez a fasizmus, amelyik azt mondja, hogy nincs absztrakt összetartozás, az egész egy kamu. A vér van, és csak a vér van, és helyre kell állítani a mózesi szövetséget, és eltörölni a Jézus Krisztusit. És akkor van az előrelépés ebből, egy még absztraktabb szintre lépés. Ezt én a Gábortól hallottam először, de én ebbe azonnal beleszerettem, amikor ezt nekem a Gábor magyarázta. Ez a föld evangéliuma, ha úgy tetszik. Ez minden élő szövetsége. Tehát lépjünk még egyet, még egy ugyanakkorát, amekkora lépés a Mózestől a Jézus Krisztusig vezetett minket, lépjünk még egy ugyanekkorát a Jézus Krisztustól, és terjesszük ki ezt a szövetséget, és legyen még absztraktabb, terjedjen ki mindenre, ami él, és ebben a szövetségben képesek leszünk együtt élni a bolygóval. Ebben a szövetségben képesek leszünk együtt élni a sok százmilliónyi fajjal a földbolygón. Igen, csak hogyha megnézed, hogy ma kik azok, akik egyedül gyakorolják ezt a föld evangéliumát, akkor a törzsi életformában. Tehát a természeti népek azok, akik a legközelebb vannak jelenleg ehhez, és nem véletlenül, mert ez egy tovább lépés ugyan, de egy kört is bejárunk ezzel. Igen. Tehát a törzsi identitást, azt ne pejoráljuk, mert meg kell, hogy értsük, nem fogunk tudni a fasizmus kihívására valódi válaszokat adni, hogyha megpróbáljuk elnyomni azt, amire a fasizmus hamis válaszokat ad. Gábor, az ókor együtt tudott élni a természettel. Ez a modernkor nem tud együtt élni a természettel, de a megoldás a modernkor problémáira nem a visszalépés az ókorba, hanem az előrelépés, a továbblépés, meghaladása ennek. Kivágták a hajóépítés miatt, az Adrián azért vannak most olyan kopársziklák, mert a rómaiak hajóhadat építettek az ott kinőtt fákból, de az nem lehet, és az már egy ökokatasztrófa volt. Az nem lehet, hogy a törzs annyira ősi, annyira mély drive az emberben. Lényegében amikor kilépünk az állatvilágból, akkor lényegében azonnal egy törzsben találjuk magunkat. Tehát annyira egyé válik az emberré válásunkkal a törzsben való létezés, hogy nem lehet, hogy valójában minden közösség, amikor nagyobb közösséget hozunk létre, akkor ezt az ős mintát akarja egy nagyobb szintre kiterjeszteni. Tehát ilyen értelemben én elfogadom a törzsi logikának azt, hogy
próbálod itt rehabilitálni a törzsi gondolkodást, mert mostanában én magam is általában nagyon negatív szempontból használom, de akkor jól gondolom, hogy akkor valójában a közösségi mintát, azt végig csak a törzsi gondolat adja, azzal a különbségtétellel, amit a Robi is mondott, hogy ugye az első törzsek azok vérségi, vagy legalábbis egy ilyen totemtől eredő, vélt vérségi kapcsolatot feltételeztek, és utána tovább megyünk a vérségi viszonyon, de a törzsnek, mint felépítménynek, mint modellnek nem változik a struktúrája. Igen, de a törzs az nem a klán. Tehát amit a Robi definíciója, hogy valóban ez az alapja, a leggyakrabban így használják a törzset, hogy ez egy vérségi kapcsolat, de ez a törzsek nagy részénél nem igaz. És egyébként pont a zsidóság egy nagyon izgalmas példa, mert egy ortodox zsidó felfogásban tulajdonképpen egy törzsi kultúra maradt a mai napig a zsidó vallás. Egy nagyon izgalmas példája annak, hogy hogyan tud erőt meríteni a mai napig egy nép, és kulturálisan nagyon magas teljesítményt nyújtani azáltal, hogy van egy valódi törzsi identitása, amit őriz. Ugyan elvesztek a törzsek, de mi más a Tóra, mint ennek a mi más a messiás várás, mint az, hogy gyűjtse össze a törzseket. Tehát ez az alapgondolata a zsidóságnak a mai napig, hogy a törzsi identitást meg kell őrizni. És olyan rituálék megmaradtak, olyan ma modernitásban atavisztikusnak tűnő rituálék, mint a körülmetélés, ami egy tipikus extrém törzsi identitás. Mert az egy megfagyott vallás, pont úgy, mint a hinduizmus, ez megfagyott vallás. De mi az, hogy megfagyott? Mihez képest? Tehát az ókorban. De az ókor már ezt felbontotta, hiszen az ókor nagy civilizációi pont a törzsekből kilépő, tehát ott a judaizmus nem lépett ki. A judaizmus nem lépett ki, és a hinduizmus sem lépett ki. Én azt állítom, hogy senki nem lépett ki. Tehát, hogy nem tudsz olyan emberi kultúrát mondani, aki minden törekvése ellenére, hogy ezt elfolytsa, és a modernitás nem más, mint a törzsi identitásunk teljes elfolytása. És ettől válik minőségtelen tömeggé az emberközösség, és hiába próbálunk akármilyen szép eszmék mentén közösségeket szervezni, hogyha válsághelyzetekben ugyanúgy a törzsi identitásunk dönt, akkor jobb ezt vállalni. Tehát, és nem úgy vállalni, hogy hamis módon, ahogy a fasizmus teszi, hanem szembe menni ezekkel, vagy végre feltárni azt, hogy nem egy LMBTQ identitású embert kell elképzelni, hanem igenis vannak más identitásképzők. Ezt akarom mondani, hogy lassan el kell érkeznünk a 21. századba, csak még Robi Bogdán maradt valami. Bőven. Arról van szó, hogy van egy másik jelentés, erre ki lenne érdemes tovább lépni, van egy másik jelentése a törzsnek, van egy modern jelentése a törzsnek. Ugye, a helyes az lenne, a normális az lenne, ha a nemzetek törzsként funkcionálnának. A nemzeteknek kéne a törzseknek lenniük ideális esetben. És amikor külső fenyegetés éri ezeket a nemzeteket, akkor érdekes módon tudnak is törzsekként funkcionálni. De abban a pillanatban, hogy a külső fenyegetés megszűnik, abban a pillanatban az elit elkezdi megosztani a nemzetet törzsekre. Ezek a modern politikai törzsek. Ez egy teljesen új... Oszd meg és uralkodj. Igen, ez egy mire oszd meg törzsekre? Igen, ez egy tök... Ez egy birodalmi gondolkodás. De ez egy tök másik jelentés, ez egy tök másik fogalom, mint a vérségi szerveződésű ókori törzsek. Ez a törzsiség, ez a nemzetet megosztó törzsiség, ez egy hatalmi technika valójában. Ezek nem valódi, abban az értelemben valódi törzsek, nagyon rossz minőségű törzsek, nagyon rossz minőségű narratívák alapján, és nagyon rossz társadalmi funkcióval működő törzsek. Ezek a törzsek senkit nem védenek meg a társadalomból, vagy az alsóbb rétegekből. Ezek a törzsek szolidaritást kizárólag az elittel éreznek és gyakorolnak. Ezek a törzsek, ezek kizárólag az elit által, az megvédett elitek szolidaritására képesek. Most mondtad el, hogy miért nem működik az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió. Igen, és az alsó... Ezek birodalmi konstrukciók, melyek megosztják a törzseket, és így uralkodnak. És az alsóbb társadalmi osztályoknak megjutnak az ászlók. Az alsóbb társadalmi osztálynak ott van a székelyzászló, ott van a szivárvány zászló, ott van az Európai Uniós zászló. Konföderációs zászló, ott van a csillagos sávos zászló, igen, az az uniós zászló. És, és,
És ezek a zászlók, meg ezek a jelképek, meg kokárdák, meg ilyen szimbólumok, ezek jutnak tulajdonképpen ezeknek a szimbólumoknak, harci jelvényeknek a villogtatásában vehet részt a törzseknek a szociálisan, azt mondom, alsó 85%-a. És van a felső 15%, amelyik iránt valós szolidaritást tanúsít a törzs, vagy a törzsfőnök. Mondjuk jó példa ide, Donald Trumpnak az esete, aki most köszönt le, és egy kismillió embernek adott kegyelmet, valami 120 kegyelmet osztott ki. Ahogy Clinton is egyébként. 120 kegyelmet osztott ki. A maga idejében. Steve Bannon pénzt sikkasztott valami alapítványába, ilyen nagyon cuslákszerű módon. Steve Bannon kegyelmet kapott Donald Trumptól, mielőtt Donald Trump végzett a Fehérházban. A QAnon sámán, aki betörte a Kapitóliumba, szintén kérelmezett kegyelmet, és Donald Trumpnak egy tolvonásába került volna megkegyelmezni a QAnon sámánnak, annak a QAnon sámánnak, akit ő zárt buborékba, akit ő fertőzött álhírekkel. Akinek ő adott hamis törzsi identitás, és akit ő bújtott fel, hogy rohamozza meg a Kapitóliumot, és a QAnon sámán a bölényember hiába kért szolidaritást, hiába kért kegyelmet. Donald Trumpnak jó volt a QAnon sámán arra, hogy megrohamozza a Kapitóliumot, és az ő elnöki címének a kedvéért, vagy az ő elnöki hivatalban maradásáért megakadályozza Donald Trumpnak a Joe Bidennek a megválasztását az elektori szavazáson. De arra nem volt jó, hogy Donald Trump össze QAnon sámánozódjék. De itt látszódik az, hogy ezek a törzsek, ezek nem valós szolidaritásra alapulnak, hanem ezek valójában az elitnek... Tömegmanipuláció. A hatalmi megosztó technikái. És hogy valójában nem tényleges, nem valós törzsek. Abban az értelemben, amilyen értelemben a törzsek megszervezték az emberi közösségeket ezredeken át, nem valódi törzsek. Van egy rossz hírem, sokkal egyenlőségelvűbb egy mondjuk akár a régi pogány magyar társadalom, ahogy a Európa leginkább működő demokráciái, Svájc, kantoni rendszer, törzsi szövetség. Hogy jött létre Svájc, mint állam? Egy törzsi szövetséggel. Az északi országok, vikingek. Mi a legfőbb törvény a vikingeknél? Ugye a zsákmányelosztás miatt. Az egyenlőség törvénye. És az a mi törzsfők, akit mi pajzsra emelünk, mint a nagykán választás, de ha mi azt a pajzsot nem tartjuk tovább, akkor a nagykán bukik. És ugye mitől volt olyan demokratikus az aranybulla? Pontosan a magyar törzsi hagyományokra épül, ha úgy vesszük, erre egy sokkal egyenlőséggelvűbb világ, mint ami mondjuk a francia abszolutizmus, ahol a király szent személye az, ami megtestesíti az államot, és nem a törzsi elit választása, demokratikus választása, nem egyfajta alkotmányosság. És milyen érdekes, hogy a vikingeknél is, ugye, ahol működő demokrácia van a mai napig, ott egy törzsi háttere van ennek. Magyarországon is lehetne egyébként pont emiatt egy működő demokrácia, ez nekünk nem ezt nem sikerült összeraknunk, pedig ugyanolyan, vagy legalább olyan komoly törzsi kulturális hátterünk volt ehhez, mint a vikingeknek, vagy a svájciaknak. Húzatosabb volt a hely, ahol letelepettünk, tehát hogy így ez a része, ez nehéz volt. Meg ez nagyon összetett lenne, hogy miért nem jött össze nekünk, de nekünk is összejöhetett volna. Ez is lehetne egy demokratikus ország. Robi, látom, hogy mondani szeretnél valamit, aztán térjünk rá a fogyasztói társadalom és a 21. század kérdéséről, hogy ebben hol látszódik a tömeg, a törzs és a közösség, de... Jó. Érdemes a kultúrharcot szemrevételezni. Mi is ez a kultúrharc, mit is jelent? Ugye alapvetően a politikának a kultúrából kéne táplálkozni. A politika a kultúra terméke. Nem a kultúra a politikáé. A kultúrharc fogalma, ami által ezt a törzsi széttagoltságot módszeresen, felülről, mesterségesen fenntartják, ez valójában
egy szervetlen, a kultúrától idegen működés, a politika által gyártott kultúra valójában, a politikából eredő kultúra az olyan, mint a fa, aminek fönn vannak a gyökerei, meg len van a lombja. Vagy nem tudom, milyen példát mondjak. Tehát, hogy meg van fordítva a dolognak a szerves hierarchiája. A kultúra tulajdonsága a politika, nem a politikája a kultúra, és amikor a kultúra, és amikor a kultúra következik a politikából, az valójában nem kultúra, hanem az ennek a hatalmi technikának, ennek a módszeres megosztásnak a módja. Az ideológia. Igen. És hogy jött létre az ideológia? A törzsi kultúrák felbomlásával. Csak azt mondom, hogy mesterségesen van gyártva. Most egy olyan szituáció van, hogy a nemzeti identitás annyira háttérbe vonul, és ez a politikai törzsi identitás, ez pedig annyira előtérbe lép, hogy ma egy magyar ellenzéki közelebb érzi magához az amerikai demokrata párt szavazóját, mint egy magyar fideszest. Egy magyar fideszes meg közelebb érez magához egy amerikai republikánus, mint egy magyar ellenzékit. Jó, de ez kell egy nemzetközi média agymosás. Igen, pontosan erről van szó. Mit tudnak ezek az emberek egymásról? Mi az életmódjukban, mi közös van? Fogalmuk nincsen egymásról, hanem ezt a nagyon rossz minőségű törzsi ideológiát, politikai törzsek ideológiáját kapják meg felülről, amit módszeresen gyártanak nekik, annak érdekében, hogy egymással szemben álljanak, és az elit pedig uralkodni tudjon fölöttük. Azért a többség mégsem... Miközben teljesen igazatok van ebben, azért a többség mégsem éli át ezt ennyire drámai módon, azt gondolom. Mármint az ideológiáknak ezt a fajta identitásképző erejét. A többség a 21. századon, vagy akár már a 20. század másik felében is fogyasztó. És számára, hogy most liberálisok, demokraták, republikánusok, nacionalisták, szocialisták, nem biztos, hogy annyira drámai módon jelenik meg. De lehet, hogy ki hol lövi bennek a arányát, lehet, hogy ez ebben csak tegyen föl a magát a kérdés, hogy a fogyasztó az, ugye fogyasztói társadalomról beszélünk, mint hogyha ennek valamiféle identitásképző ereje lenne. A fogyasztói lét az identitás? Tehát, hogy szerintetek a 21. században a fogyasztói társadalom az nem pont azért van, mert hogy nincs identitás? Tehát, hogy mindazok, amikről beszéltünk, hogy én nem a törzsi társadalomból eredeztetem az ideológiákat, amit itt egy fél mondatban mondtál, hanem én a középkori vallásos világkép szétesésével, amikor egyszerűen az a fajta teljes világszemlélet, vagy teljes létszemlélet, ami emberi és isteni egységet alkotott, ez szétesett, és lényegében az emberi drive-ok különféle szintjeit, mondjuk a Maslow piramisból mindenki kitépett magának egy darabot, a szocializmus a jólétet, a liberalizmus a szabadságot, a konzervativizmus a rend iránti vágyat, a nacionalizmus az identitást, tehát én inkább így magyarázom. Miközben fogyasztói társadalomról beszélünk, én azt az állítást teszem, aztán vitassuk meg, hogy a fogyasztói társadalomban ott lényegében visszacsúszunk már nem csak a közösségi szintről a törzsire, hanem a törzs előtti szintre, tömegszintre, tehát lényegében, vagy akár fogalmazhatjuk úgy is, hogy az állati létezés szintjére. Tehát ebben az esetben a fogyasztói társadalom, vagy mint tömeg, a 21. századot uralni fogja, vagy elindulhat egy ellentétes irányú folyamat, újabb törzsek képződése, vagy pedig a régi törzsek fognak újra előre törni. Tehát hogyan látjátok ti ezt az ívet? Ne alázzuk meg az állatokat, ez egy állat alatti szint. Mert ugye az állatok nem pusztítják el alapvetően azt a bolygót és azt azokat a természeti erőforrásokat olyan szinten, ahogy a fogyasztói társadalom. Csak nincs öntudatuk, Gábor. Az is van nekik, de hogy ez egy másik beszélgetés. Igen, ezt nyissuk meg, mert igen, de én azt állítom, hogy a nagy tőke, a multik nem hogy a legerősebb, de egyetlen identitásképzővé váltak a mai társadalomban. Ebben a fogyasztói társadalomban nulla éves korától, vagy hát van 2 éves gyerekeknek már van tévéműsor. Tehát egy olyan szintű agymosás, amiről Hitler és Sztálin csak álmodtak, és a szárnyas oltár meg minden kultúra és vallás helyére a legújabb, előbb a televízió, és most meg a legújabb iPhone, és hadd nem mondjam, mik kerültek. Tehát a legdurvább bálványimádás. Tehát a vallási színnek a legaljára sikerült ezt pozícionálni, ami most történik. A legprimitívebb bálványimádás. A kis képecskék. Ezt jelenti a bálvány eredetileg. Okay. Szerintem ezt nagyjából ugyanúgy gondoljuk. De hogy látod azt, hogy a 21. században ez a fogyasztói társadalom nagyon alaposan
kivesézett már azért a szociológia is, meg a különféle értelmiségi diskurzus, az hová fog fejlődni? Tehát milyennek a tovább lépési pontja? A faj fenntartást is tagadja már, tehát olyan szinten állatalattivá, hogy a szingli társadalom, ami most, meg az LMBTQ az egy külön téma lenne, de én inkább arra fókuszálnék, hogy a szingli társadalom az gyakorlatilag az emberi fajnak, nemnek a teljes tagadása, ami folyik. Miközben egy ilyen demográfiailag irreális, sok milliárdos masszát fúj föl az a piramis játék, amit globális kapitalizmusnak nevezünk, mert egyre több fogyasztó kell, ugye a piramis aljára mindig be kell szervezni újabb lúzereket, különben összeomlik a piramis játék. Gyakorlatilag ez a globális kapitalizmusnak a modellje a világról. Ez ökológiailag is egy katasztrófa, minden más szempontból, kulturálisan, mindenhogyan egy katasztrófa, de who the fuck cares, mondaná erre a művelt Forbes magazin szerint 10 leggazdagabb ember, miközben ők folyamatosan, exponenciálisan növelik a vagyonukat. Hol érdekli ez őket, hogy ez egy teljes katasztrófa felé visz minket ez a folyamat? És én azt gondolom, hogy a fogyasztói társadalom igenis az egyetlen identitásképző. Nézzük meg az újabb generációkat, az YZ generációtól kezdve, a Facebook vagy akármilyen Insta, stb. Profil, az önkép. Tehát nincs, tehát egy fesztiválon egy tininek előbb enged a durván fogok fogalmazni, előbb enged be valakit bármelyik testüregébe egy fesztiválon, mint a telefonjába. Hiszen az ő személyiségének a középpontja már nem a testén vagy a lelkén belül van, hanem egy multi által teljesen távirányított okostelefonban. Tehát ennél nem kell jobban droidizálni embereket, tehát teljesen fölösleges, itt egy ilyen egybeépülése van a robotizációnak és az emberek droidizációjának, mert olyan szinten távirányító, tehát ez az okostelefon egy ilyen távirányító, ami így tökéletesen lehet embereket valamilyen irányokba masszaként tologatni, és ennek halál profi technikái vannak. Hát pszichológus tímek dolgoznak azon, hogy kora gyermekkortól kezdve hogyan lehet brand. Mit is jelent ez? Az a bélyeg, amit beégettek a rabszolgákba, vagy az állatokba. Ez az eredeti jelentés a brandnek, ugye? Attól, hogy ez egy fogyasztói társadalom, attól még a politikai törzsek háborúja, az nagyon is fontos, és nagyon is meghatározó a számára. És pedig azért, mert a fogyasztói kosarakba ez nagyon jól beilleszthető. Nagyon jól beilleszthető. Világos, hogy fogyasztói társadalom, és világos, hogy fogyasztók tömege, de akkor is szüksége van olyan átélhető élményekre, olyan reality élményekre, amelyek a valóság érzetét, a valóság benyomását, valóság illúzióját tudják kelteni a számára, hogy ő még a valóságát éli, és nem kizárólag a saját fogyasztói kosarát éli. Arról van szó, hogy minden, amit a fogyasztó él, megél, átél, az fogyasztási cikké válik abban a fogyasztásban, abban, ahogyan ő birtokba veszi a világot azáltal. Na most ez csak annyit jelent, hogy a politikai törzsek háborúja az egy reality showként, élményként éri a fogyasztót. Piaci termék is. Igen, messze ez a legáltélhetőbb reality. A minden közül. Pedig gyakorlatilag ma már minden reality élményé van formálva, vagy deformálva, mert ilyen módon átélhető és ilyen módon fogyasztható. De van nagyon sokféle reality. Ott a való világ. Az is egy reality. Ott van a futball komplett mitológiája, én nem tudom, már több mint 140 éves története. Az is egy komplett reality, ami szintén átélhető, és amiben szintén be lehet vonódni. De egyetlen olyan reality nem annyira átélhető, mint a politikai törzsek háborújának reality élménye, mert ez még történelemszerű. Ebben a fogyasztó még át tudja élni, hogy a történelmet éli.
Holott már vége a történelemnek, de mivel gyártják számára ezt a kultúrharcot, és gyártják számára ezt a reality élményt föntről, ezért még történelem érzete tud lenni, még átélhető de tud miért? Lenni a számára. De miért? Mert az, bocsánat, a storytelling, ami ennek a mostani paradigmának a kulcsa, annak megint törzsi háttere van, mert ellentétben azzal, amit kezdtél, hogy vér alapú, én úgy definiálnám, hogy egy vérrel írt történet. A törzsi identitás a sohasem csak vérkapcsolat. Nézd meg, a zsidóságba is be lehet térni. Mindig is be lehetett. Legnagyobb rabbik között tartottak számon betérteket. És miért lehet betérni? Mert ez egy történet, amivel egy vérrel írt történet, ami vérségi kapcsolatként megélt történet, de végső soron mégiscsak egy történet. Az nagyon fontos, hogy együtt szabadultunk Egyiptomból. Ez a történet konstituálja a zsidó identitást, nem a vérségi kapcsolat, hiszen olyan keveredés volt a zsidóság története, hogy mindenki tudja. Persze, be lehet térni, de nem térítenek be senkit. Hát, volt olyan, hogy igen, tehát kereszténység óta szorult vissza ez a, mert létrejött egy export terméke a judaizmust, amit kereszténységnek hívják, azóta visszaszorult ez, illetve a mai nap újra, tehát azért megint progresszív lett, tehát megint inkább térítő, nézd meg a Lubavicsi vonalat, tehát van térítő oda, és azért, mert a leghangsúlyosabb rész mégsem a vér, hanem a közös történet. És a közös történetre ilyen ősi igényünk van, és ez egy csapda az ember számára. Miért? Evolúciós csapda. Mert mindennek van reality show-ja, csak a valóságnak nincs. Az most már senkit nem érdekel a valóság. Belemegyünk egy olyan tripbe, és szándékos ezt a drogos kifejezést használom, milyen népszerű, hogy belemegyünk egy olyan tripbe, ami kizárólag ego trip, tehát semmilyen közösségi dolog nem marad már benne, teljesen széthozik, egy ego massza tripbe vagyunk, amiben egy dologgal nem foglalkozik már szinte senki, a valóság megtapasztalásával. Tehát nincs már egy olyan paraszti létforma, aminek integráns része lenne az, hogy azért csak nem mindegy, hogy vettem el azt a növényt, mert éhen halunk, hogyha nem jól csinálom. Hát de meg egy reality show, igen, de az a reality show része a Tesco. Tehát, hogy ez a dráma, hogy egy evolúciós zsákutcába menetelünk be a nagy virtuális valóságunkkal, mert az emberi faj a legfontosabb dolga nem foglalkozik, amivel minden élőlény napi szinten folyamatosan foglalkozik, hogy hogyan adaptálódjunk a túlélést, hogyan biztosítjuk. És a törzs, és erre mondtad, hogy a törzs az egy túlélési konstrukció volt, annak még integráns része volt a valóság tapasztalás. Csak az ember számára az adaptációt, azt egy bizonyos idő után már a kultúra biztosította, hiszen ahogy a természettől jobbára elszakadtunk, vagy függetlenedtünk, vagy legalábbis azt hittük, a kultúra biztosította számunkra, hogy adaptálódjunk ahhoz, ami körülvesz bennünket. És az én állításom továbbra is, és akkor utána Robi tér vissza még itt a fogyasztói társadalom kapcsán nem fejezted be a gondolatodat, hogy a véget ér a vallásos világkép a középkorban, jön a modern kor, ahol az ideológiák felvállalják azt, hogy ők Isten helyére tesznek valamit. És megpróbálják a történelmet folytatni. De igazából ilyen nagyon csikorgó. Tehát, hogy lényegében én azt érzem, hogy ahová most eljutottunk, az ideológiák kifáradtak, lényegében azt a feladatot, amit magukra vállaltak, hogy ők majd Isten helyére tesznek valamit, valami mást, és az is tudja a történelmet továbbvinni, ez kudarcot vallott, és ezért örültem nagyon, hogy Robi mondta, hogy a történelem véget ért, mert ugye hajlamosak vagyunk már így ezt a fukuyamai gondolatot így lesöpörni, pedig szerintem véget ért a történelem. Igen, de minden storytellingé vált. Tehát nem egyszerűen de az... De ez már csak imitációja a történelemnek. Ez már csak valami ilyen kínlódás, egy kínlódás, amit történelemnek és akarunk látni. Várj, csak ott fejezem be. És a fogyasztói társadalom szerintem itt jön be a képbe, mert hogy elfogadva azt, amit mondtál, Robi, hogy ez egy marketing termékké vált a politikai törzsek, mert nem csak azért működik ez, mert hogy nagyon jó marketingizálható, vagy fogyasztóivá tehető, hanem ez azért, mert a fogyasztói társadalom, ahogy te mondtad, Gábor, egy zsákutca. Tehát szerintem az embernek az, hogy csak fogyaszt, egyszerűen nem elég. Hát nem véletlenül van ez a sok lelki problémán, kedélybetegségünk, tehát az embernek kultúrára van szüksége. Az ember szerintem egy olyan élőlény, vagy az az élőlény, amelyiknek a normál állati drive-ok mellett van egy plusz drive-ja, ezt kultúra szükségletnek hívom, vagyis az ember elpusztul kultúra nélkül. És a fogyasztói társadalom az lényegében egy ilyen agónia, amit most látunk, egy élve pusztulás, és az ideológiák kifáradtak, és az én
hipotézisem az, hogy a fogyasztói társadalomból előbb-utóbb ki kell nőjön valamilyen kísérlet a történelemre, és egyelőre itt ezek a törzsi próbálkozások, mi ez, mert megyünk vissza a legkönnyebben, mi van az, ami a legközelebb áll hozzánk, mint identitás, az a nacionalizmus. Tehát, hogy ne csodálkozunk, hogy a válsághelyzetekben a populista nacionalizmus erősödik meg, aznak nagyon észszerű a magyarázata, mert a szocializmus, a liberalizmus vagy a konzervativizmus nem tud olyan átélhető identitást adni, mint a nacionalizmus. Ami egy teljesen hamis törzsi identitás. Teljesen mindegy, csak most azt mondom, hogy szerintem ezek kísérletek, és van egy jó, meg van egy rossz opció. Ezekből a kísérletekből, amik most zajlanak, lényegében akár tudattalanul is, kisarjad valami valódi törzs, vagy valami valódi közösség, vagy ha nem, akkor ennek vége. De egy másik szinten is feltör a történet szükségszerűsége, az az apokaliptika. Tehát miközben azt mondjuk, hogy már vége a történelemnek, és ezzel a legvégletesebb történelmi esemény készítjük elő, soha olyan brutális történelem nem történt velünk, mint ami várható a következő években, és amiben már benne vagyunk, elég erősen. Hirtelen fog visszatérni a történelem, de addig torlódik a semmi semmizik. Igen. Most, igen, hogy úgy mondjam. Igen, addig, majd átvágja a torkunkat. Igen, igen, és addig marad a lét elviselhetetlen könnyűsége. Ugye, ami elől lehet menekülni a virtuális valóságokba, ami elől lehet menekülni a felülről mesterségesen gerjesztett politikai törzsi háborúba. Addig nézzük a Mad Max-et a tévén, amíg bejön a szobánkba. Hát, hogy így nézzük, és egyszer csak jé, valaki jött. Ez nyilvánvalóan meg fog történni, mert fenntarthatatlanok a folyamatok. Nyilvánvalóan végesek az erőforrások, a növekedés az pedig korlátlan, és fenntarthatatlan. Tehát értelemszerű, hogy ez meg fog történni. Hogy mikor történik meg, csak ez a kérdés. De nem csak az erre vonatkozóan pedig mindenki úgy van vele, hogy talán még nem az én életemben, talán még nem a gyerekem életében, és ha nem az én életemben és nem a gyerekem életében, akkor nagyjából semmi közöm hozzá, mert nincs nagyobb szolidaritás. Mert megsemmisült a nagyobb szolidaritás. A törzsi szolidaritás is mit jelent, az úgynevezett törzsi szolidaritás? Annak idején, amikor a törzsek még valóban törzsek voltak a szó igazi értelmében, az egy valós szolidaritást jelentett, ott gondoskodtak egymásról a törzs tagjai. Most ez vajon mit jelent? A Dobrev klán túlél. Az ellenzékben is, hatalmon pedig kiterjeszti a hatalmát. Az Orbán klán szintén túlél ellenzékben, hogy aztán hatalmon kiterjessze a maga hatalmát, és belélegezze a saját klientúráját. De hogy valójában ezen túl ezek a törzsek, ezek milyen szolidaritásra képesek? Valójában a szolidaritás demózására képesek, és a szolidaritás szimbólumainak a megalkotására képesek. De visszatérve a fogyasztói társadalomhoz, meg a posztmodern korhoz, ahogy Csányi Vilmos fogalmaz, egyszemélyes kultúrák jönnek létre. Ezek a 21. század identitásai, a Facebook buborékok identitásai. Mindenkinek a saját fogyasztói kosarához fűződik az identitása. Ő, és ez nagy tőke csinálja. Önmagaddal vagy azonos, ez szerintem ez meg nem, szerintem ez egy szellemi, nyilvánvalóan most ki lehet nevezni a nagy tőkét, hogy ezt a nagy tőke csinálja, de én meg tudod, úgy gondolom, hogy ez a globális szellemnek a folyamata. És hogy ebbe az irányba hat, és a globális szellem használja fel a multitőkét is arra, hogy ez legyen. Tehát ugye valójában egy nagyobb, tehát ez a szellem, tehát én nem az anyagból vezetem le a szellemet, hanem a szellemből az anyagot. Nem a globális multi fossa ki magából a világszellemet, hanem a világszellem fossa ki magából a globális multit. Én így gondolom. Minden esetre, tudod, az a nagy művelet, az lesz majd a nagy művelet, amikor eljön az új civilizáció alapító, aki kiterjeszti a Krisztusi Szövetséget a mindenre, ami él, annak majd ez lesz a nagy feladata, hogy ezeket az egyszemélyes kultúrákat, ezeket a Facebook buboréknyi identitásokat, ezeket beegyesítse egyetlen hatalmas identitássá. Ehhez viszont egy új evangélium kell. Ehhez kell egy új eljövetel. Végül a kannibalizmus lesz. Az a Mad Max forgatókönyv. Amit a Robi fölvet, az végülis a lényegében a kultúra születése, vagy a közösségek születésének kérdés, hogy hogyan születik egy közösség. És még történelmi tanulmányaimból emlékszem arra, hogy a sztyeppén ott ugye, hogy törzsek összeálltak, és te is mondtad, hogy átvették a legdominánsabb törzs nevét, kultúrát, onnantól kezdve mindenki hunnak hívta magát, hogyha a hunok meghódították. Tehát
ez az identitás kiterjed, de ott mindig volt két alapvető eleme a közösség kialakulásának. Volt egy eredet mítosza, és volt egy küldetés mítosza. Tehát, hogy egy közösség létrejöttének volt egy időbe vetített, lényegében végtelenített távja. És a kérdésem az, hogyha eljön, hogy tételezzük fel ez az új civilizáció alapító, milyen eredet mítosz lehet adni a fogyasztói társadalomnak, és milyen küldetés mítosz lehet adni a fogyasztói társadalomnak, és hogyan lehet rábírni a fogyasztói társadalomat, hogy ezért az eredet mítoszért, és ezért a küldetés mítoszért, mert hogy a kultúrák vérből születnek, nem. Azért akár képes legyen. A fogyasztói társadalomnak el kell pusztulnia ahhoz, hogy egy új civilizáció alapjait le lehessen. Ez nem lesz olyan szituáció, hogy az új eljövetelnek a fogyasztót rá kell vennie arra, hogy ő hagyja ott a fogyasztói kosarát. A fogyasztói kosár el fog pusztulni, maga a fogyasztás struktúrája el fog pusztulni, és aztán annak a romjai, azok majd le fognak szivárogni a szellemi értelemben a talajba. Humusszá válnak, és azon fog kihajtani. Amit te mondasz, én is nagyjából így látom, csak hogy bocsánat, amit te mondasz, az azt jelenti, hogy tehát amiben most vagyunk, ebből csak a teljes összeomlás vezethet újra kultúrába. Tehát azért ez az állítás, ez történik, hiszen a fogyasztói társadalom nem csak a természeti forrásokat fogyasztja el, hanem a múltunkat és a jövőnket is. Tehát az a kép, amit te mondasz, hogy egy kultúrának alapvető ismérve, hogy legyen egy múlt identitásképe és egy kivetítése arra, hogy miért vagyunk itt és mit csinálunk, ez teljesen megszűnik a fogyasztói társadalomban, hiszen ott az instant fogyasztás marad, se múltad nincs, se identitásod nincs, se jövőd nincs. Tehát ez elfogyasztja ezt a konstrukciót. Ha azt mondom, hogy amit a Robi mondott, akkor azt nevezzük nevén, az azt jelenti, hogy nem lehet békés átmenet. A fogyasztói társadalomban egy olyan zsákutcába mentünk, amiből már nem tudunk kitolatni, itt el kell mennünk a falig, össze kell törni magunkat, és utána majd ennek a romjaiból lényegében, ahogy annak idején az ős horda is létrejött valamikor a történelem kezdetén, majd elindul újra a történet. Igen, ez azért van így, mert a világszellem folyamatai, azok nem fordulnak meg maguktól. Tehát egyszerűen van a világszellemnek egy iránya, az abba az irányba el fog menni a falig. Ezt hívják úgy a történészek, hogy termidor. Minden ilyen folyamatnak eljön a maga termidora, ahol fenntarthatatlanná válik, és ott a világszellem a termidornál meg tud fordulni, vissza tud fordulni. A 20. századnak ez a termidorja volt Auschwitz. Auschwitz nélkül a világszellem nem tudott volna megfordulni, nem tudott volna, ott kellett egy hatalmas visszahőkölés, az egész emberiség visszahőkölt, így a fejéhez kapott, mint a Híd a Kvájfolyónak a végén a Nicholson ezredes, hogy úristen. És akkor ott meg lehet fordulni. És a helyzet az, hogy ennek a fogyasztói társadalmaknak is el kell, hogy jöjjön a termidorja, el kell, hogy jöjjön az, ami a nemzeti szocializmusnak annak Auschwitz volt. Ha meglátjuk azt, hogy az összes emlőst lágerekben tartjuk, az egész bioszférát lágerekben. Tehát ez már nem elég, hogy meglátjuk. Auschwitz az nem egy kivételes baleset, hanem a paradigmát mutatja meg. De értjük, hogy miben élünk. De Gábor, hogy miről szól Gábor, a társadalom. De Gábor, már mutat. Értjük, ez már mindenki érti. Nem, az értelmiség körében ez már egy közhely, és csak megfordulni nem tud az emberiség, mert nem csömörlött meg vele. Tehát a probléma az, hogy intellektuálisan, értsd meg Gábor, ez egy intellektuális belátás. A fejével, az eszével mindenki tudja, hogy David Attenborough-nak igaza van. De a folyamatok nem tudnak megfordulni, mert az emberiség nem csömörlött meg ezzel, David is csak fogyasztja. Megnézi a filmjét, és azt mondja, hogy Netflix branding. Arról van szó, hogy az öklendezésig eljut az emberiség, de nem jut el a hányásig. A helyzet az, hogy el kell jutni a hányásig. Biztos vagy abban, hogy az értelmiség ezt látja? Mert azért, hogyha nézitek mondjuk az ilyen kortárs bestsellereket, akkor azért mégiscsak azt látjuk, hogy itt a felvilágosodás szellemében és az emberi racionalitás, meg az emberi rugalmasság nevében lényegében azért egy ilyen pozitív jövőképeket vázolnak, úgymond a legnagyobb társadalmi gondolkodók. A vakcinahívők mutatják azt, hogy micsoda hatalom van még mindig a technokráciában, még hogy hisznek, hogy megvált minket. Én inkább úgy látom, hogy a társadalom megment mindent. Én meg nem értek egyet egyáltalán. Én azt látom, hogy a teljes kultúránkban felszívódott, és minden pórusán keresztül ez párolok ki, ez a melankólia.
ez a depresszió, ez egy világi érzület ma. De miért? Mert azért, elfogyott a történet. Azért nem. Nem azért, a kőolaj fogyott nem. el először, nem, nem azért, a gáz azért, fogyott mert el mindenki... először, hanem a sztoring fogyott el. Gábor, már nem hiszünk a sztoringban. Gábor, mindenki tisztában van azzal a lelke mélyén, hogy a modern élet, meg akkor meg még már sokkal inkább a posztmodern élet kilátástalan, hogy egy szakadék felé tartunk, és nem tudjuk a folyamatot megfordítani, és nem tudjuk a folyamatot eltérni. És már a buli se jó. És már, igen, de és már a pandémia óta már a buli se jó, mert eddig meg, legalább jó buli volt, hogy megzabáljuk a bolygót, még azért van belőle. De tudod, próbálj meg jól bulizni az apokalipszisnek a tudatával. Az apokalipszis hát tudatával kelsz és fekszel, ez megmérgezi az emberi lelket, az emberi szellemet. Ebben én a pandémiáról. Hát erre mondom, hogy mindenki tud róla, csak ezt a tudást elfojtja, és ez a tudás, ugye az elfojtott, a rossz értelemben vett elfojtás, a föl nem dolgozott, meg nem értett, át nem élt tudásnak az elfojtása, az szivárok föl neurózisként. Az abból válik szorongás is, ez a közérzület, az egész emberiségre kiterjedő közérzület, ez a melankólia, hogy ma már a popszongok mindegyike is melankólikus. Tehát, hogy az az önfeledtség, az az optimizmus, ami a 80-as években burjánzott, az sehol nincs már. Ez azt jelzi, ami már akkor is teljesen hamis mindenki... Igen, de azt akkor még, csak akkor még csak a kiválasztott értelmiségiek tudták, mint te. De ma már ez szerintem tök általános. Szerintem ez ma már tök általános. Mindenki tudja, csak ez egy hideg tudás, és nem pedig egy belső átélt, hogy mondjam, nem vált készséggé az emberben az életmódjának a fenntarthatatlansága, hanem egy hideg tudás van. Már nem csak szorongás ez az apokalipszis, hanem egy félelemmé is vált, mert a klímahisztériával jött először oda, hogy a klíma, mit jelentett a klímapánik az emberiség történetében? Azt a változást, hogy ami a vég kimenetel, amit korábban a gyerekeinkre vagy az unokáinkra hagyott örökségként képzeltünk el, arról kiderült, hogy 30 éves távlaton belül történik meg velünk. Velünk. Mert ugye jó esélye, mi még élhetünk 30 év múlva. Tehát a mi életünkben történik meg ennek a vége. Igen. Ez volt jó a klíma. Esélye. A nagy tőke persze gyorsan reagált, hogy ez így nem lesz jó, hogyha emberek milliói elkezdenek ezen komolyan gondolkodni, meg akkor lehet, hogy minket fognak elsöpörni. Tehát Davosba el kellett hívni a kis Grétát, meg a Attenborough-t is, ugye ott cukiskodtak, és felépítettek egy buborékot, egyrészt ezt, mint apokaliptika, mint fogyasztói termék. Kurva jó. Bocsánat. Másrészt meg jött a pandémia, ami ugye egy nagyobb félelemmel elnyomja ezt a félelmet, ugyanakkor nagy ára van, mert még közelebb jön a vég. Tehát a lisztvásárlási pánikkal eljutott oda a legtöbb ember valamilyen szinten számot vetett azzal, hogy ez lehet, hogy nem is 30 év múlva következik, hanem 3 év múlva is bekövetkezhet ez a sztori. Tehát még közelebb hozta azt a terminust, és ez már nem csak szorongás, mert ugye a szorongás az egy tárgy nélküli félelem, az egy, lehet egy nagyon távoli haláltól, például nem tudjuk, mikor fogunk meghalni, attól szoktunk szorongani. De ez már egy sokkal konkrétabb ez félelem. Ez vakrepülés. Ez már egy sokkal konkrétabb félelem, ez annak a tudata, hogy ezen a biciklin, autón nincs fék. És hát még mindig abban a sztoriban vagyunk, hogy nyomjuk a gázt. Mert ugye azt tanultuk, hát a fogyasztói társadalom arra szocializált minket, hogy mekkora menőség már, azért szóljanak a hengerek. De ez nem a menőségről szól, a világ kényszerpályán van. A tőke növekedni akar, és minden, az emberi lény ennek van alárendelve. Az ember nem dönthet másképp, mert ha másképp dönt, akkor leváltják a pozíciójából, és kineveznek a helyére valakit, aki úgy dönt, ahogy a tőke óhajtja. A tőke akar lenni. Illetve valójában nem a tőke. A pandémia rendőrség, mint vírustagadó. Egyszerű lenne azt mondani, hogy hogy a tőkés a hibás. Valójában mindenki bűnös, és mindenki áldozat. Tudod? Valójában mindenkivel megtörténik a dolog, de valójában senki sem ad le a saját életmódjából egy fikarcnyi sem azért, hogy egy kicsit is változtasson rajta. Ez az igazi probléma. Hát eléggé sötét ecsetvonásokkal festettük le itt most a ránk váró időszakot, meg a kultúra és a közösségek jövőjét. Mi az, ami szerintetek egy szellemi bigényű ember? Tehát aki mondjuk, aki számára a fogyasztói lét az folytogató,
Mi az, ami egy szellemileg igényesebb ember számára ebben a helyzetben egy vállalható létezés? Tehát, hogy ilyen plasztikusan fogalmazza meg, mondjuk a kitörő vulkán tövében milyen házat építsek? Templomot. Semmi másnak semmi értelme nincsen, az igazság. Tehát, hogy templomot kell építeni a kitörő vulkánnak a tövében, mert ugye bármi mást építesz, a kitörő vulkán azt is el fogja söpörni, épp úgy, mint a templomot, csak hogy a templom kiszervezi a maga érvényét egy olyan helyre, ahova a vulkán nem ér el. Csak hát ugye azeket a vallásokat, akik templomokat építettek még, mint a kultúránk legfőbb ismervét, ezeket elsöpörte a profán modernkor, és most a profán modernkor magát söpri el ezen a bolygón. Én azt gondolom, hogy egy dolog, az én személyes meggyőződésem esetleg számít ebben a kérdésnél, én abban hiszek, hogy olyan mérhetetlen bűnöket követtünk el a földi élettel szemben, hogy ami nekünk maradt, nem azon kéne gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk 8 milliárdan még túlélni, és még több élőlénynek még jobban ártani magunk körül, hanem egy vezeklésben látnám. Ami nem az a fajta vallás, amik a jelenlegi kínálatban vannak, hanem ugye te már az újjájövetelnek a vallásában akarsz megtisztulni? Hogy az állatok ne úgy éljék meg az ember megjelenését, mint hogy mi egy madárjesztők vagyunk ezen a bolygón, és mindenki rettegve menekül előlünk. Az a 4% gerinces, aki még megmaradt, ugye, mert a 30x% a homo sapiens, és azt hiszem 60 valamennyi az általunk lágerekben tartott húsemlős. Ez egy teljesen irreális történet. Az emberiség soha ekkora bűnöket nem követett el, mint ma, és soha nem volt ennyire bűntagadó, mint ma. Nem is akarunk tudni. Az egész modern pszichológia arról beszél, hogy csak bűntudatod ne legyen. Soha ennyi okunk nem lett volna bűntudattal rendelkezni, mint ma. Újra meg kell tanulnunk, hogy ez mi. Nem kell a feltételes mód. Bőven van okunk, és bőven van bűntudatunk is. Amúgy van, de rossz, hamis bűntudataink vannak, szerintem. És érdemes lenne a többi élőlény felé fordulni. Ez, amit mondtál, a Föld evangéliuma, ez maradt nekünk, ezt lehet még csinálni, hogy hogyan lehet őket magunktól is megmenteni. Igen, csak még ehhez nem tartozik el jövetel. Az egyetlen felelős értelmiségi szerep maradt, az a prófétai szerep. A következő eljövetelnek, az új evangelizációnak a megelőlegezése, a következő eljövetelnek ácsolni az utat. A következő civilizáció alapjait a szellemi síkon lerakni. És nem eltagadni azt, ami ránk vár. Azt hiszem, hogy a prófétai szerep az, amikor az ember az apokalipszisről beszél, pedig az emberek ezt a hallgatói, vagy a követői, vagy a környezet ezt nem akarja hallani. De mégis erről beszélni, mert ez a realitás. Mert ez vár az emberiségre. És nem levenni ezt a lemezt, és felrakni egy olyat, amit szívesebben hallanak. Szerintem nagyjából ez az egyetlen felelős értelmiségi szerep, ami maradt. Mert letagadni azt, hogy az emberiség milyen irányba halad, és hogy ennek a folyamatnak egyféle megoldása lehet, ez szerintem a legnagyobb fokú felelőtlenség és az értelmiségi szerepnek a felmondása. A bullshit-elés ideje lejárt. Igen. Hát akkor ez lesz a végszó. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Hát nem tudom, hogy a kedves nézőknek az amúgy is kollektív depressziós 2021-hez mennyiben tettünk hozzá ma, de azt gondolom, hogy itt, amit a Robi is mondtál a végén, a profétai szerep, meg az igazság, az talán fontosabb, mint az elfolytásoknak a halmozása, meg a hazugságok halmozása. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, hogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Arra kérlek benneteket, hogy továbbra is kövessétek a másik reformkor Pilvax esélyt. Remélhetőleg hasonló izgalmas pillanatokban lesz részetek. Nagyon szépen köszönjük a Momenti Bistrónak a helyszínt, a lehetőséget, hogy itt tudtunk kulturált körülmények között beszélgetni. Mindenkinek további szép 2021-et kívánok!